Az Epcos Kft. 20 évvel ezelőtt a Szent László Király utcában az egykori Remix gyár területén kezdte meg működését Szombathelyen. A folyamatos fejlődés eredményeként kinőtték a mintegy 2 hektáros ingatlant, már a Csaba utcában is vannak csarnokaik. Itt is képzelik el a jövőt, új gyáregységet építenek, 10 milliárd forintos beruházás hajt végre a vállalat. Egy megfelelő infrastruktúrát akartunk volna a következő termékgenerációknak kialakítani, akkor le kellett volna őket bontani, és újjá kellett volna építeni, új termelőcsarnokokat kellett volna építeni a város szívében. Én szerintem ez sem nem a városnak az érdeke, sem pedig a mi érdekünk nem, hiszen olyan kötöttségekbe ütköztünk volna, amely egyáltalán lehetetlenítette volna az új termékeknek a gazdaságos termelését Szombathelyen. A belvárosi gyártelep közelében iskolák is vannak, a nagyáru forgalom nehezítette az utcában a környéken a közlekedést. A vállalat kiüríti az ingatlant, a város pedig megvásárolja a 2 hektáros területet 1 milliárd 450 millió forintért. 3 év alatt törlesztjük a vételárat. Már vannak elképzelések, hogy mihez kezd a város az ingatlannal. Például megvalósulhat a Remények iskola bővítése. Lakásépítési programba kezdünk, és a lakásépítésnek egy megfelelő területe lesz ez. Gyakorlatilag belvárosi terület, kvalifikált munkaerőre van szükség, munkaerő hiány van jó néhány szakmából. Szombathelyen szeretnénk ide hívni, ide csábítani az embereket, ehhez pedig lakást kell adni. A tervek szerint év végén, jövő év elején már állhatnak a Csaba utcában az Epcos új gyáregységei. Ahogy a cég kiköltözik a belvárosi ingatlanból, tavasszal már kezdődhet is a városi fejlesztési tervek megvalósítása.